Miért éppen üzemérnök informatikus képzés? Miért éppen a Kodolányin? A kérdések jók, a válaszok talán nem is olyan bonyolultak. A B-prof képzés nem BA, nem BSC, de mindenképpen alapképzés. Ezt a képzési formát azért hozták létre néhány évvel ezelőtt, hogy minél gyakorlatiassabban tudjuk képezni a hallgatókat. Nem duális képzés, ez szintén fontos. Tehát valahol a nagyon elmélet és a nagyon gyakorlat határán mozgunk, a lehető legtöbbet kínálva. Önöknek, hallgatóinknak. Érdemes megpróbálni idejönni, mert csak akkor fogják megtudni, hogy mi, azán, mi az az igazán jó, amire szükségük van. Egy hallgatónak leginkább arra van szüksége, hogy segítsék és ne előírják számára a történéseket, persze szakmai kötelezettségek mindenkor lesznek. Megpróbáljuk beszámítani az eddigi élettörténetben beszámíthatót, hogy arra lehessen fókuszálni, amire szükség van. Megpróbálunk egyéni rendet kínálni mindenkinek, aki saját maga számára ezt meri vállalni, és tanár helyett inkább konduktorként próbálkozunk megsegíteni, mert a cél, hogy önök olyanná váljanak, akiket mi magunk szívesen visszavennénk az egyetemi, a céges projektjeinkbe, és a céges partnereink számára nyugodt szívvel ajánlhatunk. A B-Prof képzésen belül két specializációt akreditáltattunk az első pillanatban, ebből az első az agrárinformatika, a második az IT biztonság. Az agráriumról, akinek már van kötődése hozzá, nem kell sok mindent mondani, hiszen magától értetődően komplex, maga a valóság, és így ennek virtuális változata, minden, ami az informatikához kötődik, az is. Az IT-biztonság pedig mindaz, ami az életünket stabilá élhetővé teszi, hiszen ha rosszul élünk az eszközökkel, vagy mások visszaélnek helyettünk az általunk jól használt eszközökkel, abból csak probléma lehet. Mind a két területen nagyon-nagyon jó munkakörök várnak mindenkire, hiszen enni kell, a legegyszerűbb mondás szerint, és biztonságban kell élni, mert különben nem élet az élet. A két terület ráadásul egymásba is fed, mint az informatikában majdnem minden, hiszen minden-minden összefügg. A képzés mottoja nagyon egyszerű. Egy amerikai professzor mondta 1990-es évek elején, Knutnak hívják, és a következőt kell róla tudni. Amit mondott, csak ezt az egy mondatot. Tudás az, ami forráskódba átírható. Minden más emberi aktivitás művészet váljanak tudósá, éljenek a lehetőséggel, hogy át tudják írni gondolataikat forráskódba.